Millás reggeli. Hozzávalók két személyre. Egy adag friss tudnivaló, egy meghitt hely, egy lenyűgöző személyiség, egy csipetnyi kíváncsiság, egy csokornyi jó kérdés, és a háziasszony, Paor Lilla. Énekes, színész, író, menedzser, showman. Nála mindig 2 forint a dal. 1949-ben született, s a mai napig a B-mobil együttes vezetője. Magyar-angol szakon végzett a 16. kerületi Korvin Mátyás gimnáziumban, majd bevonult Kecskemétre őrkatonai szolgálatra, ahonnan 6 hónap után eltanácsolás miatt leszerelték. Mindig is a zenének élt, akkor is, amikor az élet kicsit megnehezítette karrierjét. A párt állami kultúrvezetés 10 éve át nem engedélyezte, hogy együttesének, a Gezarolnak, majd a P-mobilnak lemeze jelenjen meg. Sokáig nem mint zenész, hanem mint showman, zenekarvezető jelenhetett meg csak a színpadokon. Természetesen a zene ekkor sem tűnt el az életéből, mert az együttes dalszövegeit többségében ő írta, ügyeit ő intézte. A P-mobil együttes zenéjével és mondani valójával nemzeti kultúrmissziót teljesített az 1970-es-80-as években, amikor minden önálló nemzeti megnyilvánulás bűnnek számított, és írtották a nemzeti identitás gondolatának minden megnyilvánulását. Később szabadabbá vált az útja, rádiókban is felbukkant, szerkesztett és műsorokat vezetett. Kollégáinak megsegítésére létrehozta a Magyarok Alapítványt. 1985-ben öcsével kulturális szolgáltató céget is alapított, hang- és fénytechnikai, szervezési, reklám, kiadói szolgáltatásokkal. Egy éven keresztül pedig a Pop Sikerek című kulturális szórakoztató folyóirat felelős szerkesztője is volt. Világéletében politizált. 1998-ban képviselővé választották, így a MÉP színeiben 2002-ig a Fővárosi Közgyűlésnek és a Kulturális Bizottságnak volt tagja. 3 könyve jelent meg, több filmben szerepelt, legismertebb az István a király, a rockopera, a kopaszkutya és a könnyű testi sértés. A Lillás reggeli mai vendége, a mai napig koncertező, kifogyhatatlan ötletgazda, a rengeteg helyen tevékenykedő, Magyar Gazdaságért díjas, Józsefváros díszpolgárává választott Schuster Lóránt. Hallatták a nézők a felvezetésben, hogy annyi minden történt veled, és annyira fantasztikusan összetett egyéniség vagy, aminek csak egy töredékét tudtuk a névjegybe betenni, úgyhogy szerintem mindenki föl van már készülve rá, hogy izgalmas és újfajta tudásnak a birtokába kerülnek Schuster Lóránttal és a P-mobillal kapcsolatban. És talán vannak olyan nézők, akik látták az előző értéktáradást, ami az április 30-ai koncerthez kötődik. Általában Lillás reggelik nem egy eseményhez kötődnek, hanem egy életutat visznek végig. Hát aztán neked volt egy életutad. Én amikor megnéztem most a klipjeidet, és ebből fogok kiindulni, akkor egy elképesztő showment láttam különböző korszakokban, különböző ruhákban, különböző eszközökkel. És induljunk ki ebből, hogy te sosem, mindig azt mondod magadról, hogy te nem vagy zenész. Ez így igaz. De én azt gondolom, hogy abszolút az vagy. Viszont az a show, amit csinálsz a színpadon, az valami elképesztő. És induljunk abból, hogy én arra vagyok kíváncsi, hogy ez a fajta színpadi magatartás, megjelenési forma, ez hogyan alakult ki nálad? Tehát te gyerekkorodban is ilyen kvázi magamutogató gyerek voltál, vagy aki középpontban akart lenni? Nem feltétlenül. Én nagyon szeretem futni, rohangálni, meg focizni. De az öcsém jobban csinálta, ő profi futballista lett később. Nem, a következő három szálval legalább. Az egyik az, hogy a zenekarral akarsz foglalkozni, és menedzselni akarod őket, szocializmusban, ami nálunk volt, akkor ahhoz zenekari tagnak kellett lenni. Mert azt mondták, hogy a menedzser az nem más, mint a zenekarokon, zenészeken élősködő kapitalista rohadék, meg mit. Egyébként ezt szívják a mai napig is a magyar zenekarok és zenészek, hogy nem engedték, hogy normális menedzserük legyen. Hát többek között ezért, illetve akik voltak az Interkoncertnél, azok korruptak voltak meg minden. Szóval, de ez volt az egyik, tehát zenekari taggá kellett válnom. Na most, ehhez milyen lehetőség van? Én ugye hangszeren nem játszom, a Danyi Attila, nem tudom, emlékszel, ő a Skampolóban volt.
bőgős, kölcsönkértem tőle a kongáját, és hát én mint perkáson vizsgáztam le. Na most az volt a helyzet, hogy ez az OSK, az akkori szórakoztató zenei központ adta az első ilyen papírt, és hát a Danyi Attilánál ott volt egy barátja, akiről kiderült, hogy fodrász, és azt mondta, hogy ő megigazítja a bajuszomat. Hát én rágni szoktam, de jó, hát akkor kicsit be volt nyomva, aztán kiderült, hogy nem kicsit, hanem nagyon. Elkezdett szöszpötölni a szőrzettel, és amikor azt mondja, most kész, hogy megnéztem, úgy képzeld el, hogy olyan voltam, mint a Jávor Pál, vagy valami. Itt a cigány zenészek nyugdíjasoknál egy ilyen csík. Nagy nézi utcai cigány primás. Hú, mondom, most mit csinálják? Na mindegy, meghagytam, a vizsgára meghagytam, fölvettem egy fehér garbót. Hát most ezzel a bajszom, a fehér garbóval, és ütöttem a kongát jobbra-balról, rugdostam, meg minden, azt hitték, hogy valami nagy konga varázsló vagyok. Szántanás számot játszottunk, hogy abban belepasszoljon. És a lényeg az, hogy hát abban a felállásban volt a Vikidár Gyula már, meg a Ciránkus Sanyi, a gitáros, egy nagyon jó muzsikusok voltak. És amikor a hölgy kitöltötte a papíromat, akkor így rám nézett, bajusz és fehér gab, és azt mondja, ugye maga a szép fiú a zenekarban. el tudod képzelni, hogy hogy nézett ki a többi. Hát a Fülig Jimmy-t le lehetett volna forgatni egy rejtő jelentet, mert olyan arcok voltak az egészben. Tehát ez volt az első zenekari tag lettem. Szerintem ez volt az egyetlen, amikor ilyen szép fiú státuszba helyeztek téged. Hát valószínűleg, de mondom, ez a bajusz meg a fehér garba, ez nagyon jó volt. Na, ez volt az első, tehát már benn voltam a zenekarban, szervezhettem. A másik az, hogy hogyan alakította ki az ember a sót, meg hogy egyáltalán, hogy fönt leesse a színpadon, valamit csinálni kellett. Miután nem volt rádió, tévé felvételünk, és a média nem foglalkozott velünk, főleg eleinte, én arra gondoltam, hogy olyan műsorokat kell csinálni, amiben vannak általam vizuális, karóknak nevezett dolgok vannak, amikről megjegyzik a számokat. És a Dani, akivel ugye benn voltunk a stúdióban, és rákérdezte a fehér hentes kötényre, amikor megismertük, akkor ilyen rövid haja volt, golyófeje, jó húsban, meg mit tudom én, tehát és mondom, hát valamit ki kell találni, mert nem elég, hogy jó gitározik, és akkor mi van. És akkor ráadtam egy ilyen fehér hentes kötényt, és játszottunk a klubban, és lejött a színpadról, és az egyik barátja kérte, hogy hadd vegye föl, mert nagyon tetszik neki ez a fehér hentes kötény. Egyébként nem, a lényeg az, hogy onnantól kezdve a barátja ment végig a termen, és mindenki veregette a hátát, milyen jó gitároztál. Tehát az emberek a kötényt nézték, hogy kire van rákasztva, hát kit érdekel. Ő a kötény is. És akkor onnantól kezdve ez megjelent két-három fényképen, meg itt-ottam ott, és az ország összes boncmestere, hentese, és az összes ilyen hasonló ember, aki ilyeneket használ, az mind a nevére íratta a Danit, sorba kapta ezeket a kézvédőket, lánc, köpel, mind, szóval mit el tudsz képzelni. És hát kísérleteztünk vele, mert ez egy olyan kötény, amire lehet vetíteni, lehet filctollal írni, letörölni. Tehát nagyon sok játékra van lehetőség. Tehát így gyakorlatilag az volt a lényeg, hogy valahogy őt be kellett hozni a köztudatba, ő volt a kötényes, egy idő után persze már nem kellett, de a közönség, és főleg a csajok, azok a szemükkel hallgatnak zenét. Tehát a következő, te látod ezt ez a piros nadrágos szóló gitáros, milyen jó gitározik? Felített érdekelt őket, a piros nadrágos érdekelte, akire esetleg bilétát tudott váltani a öltöző előtt, egy három hónap előre le kellett épni a sorszámot, és akkor sorra került. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy ez is egy szempont volt, és ehhez kellett kitalálni olyan sokat, amire felfigyelnek. Hát ennek volt az egyik jó példája, hogy az Asszonyt akarok című számunkhoz, én mondom, beöltözök csajnak. Hát mondjuk ezzel a bajusszal, meg egyáltalán ez a fazonnal, de mindegy, az Asszonynak valamilyen ruháját elkértem, de volt egy kritikus pont, a cipő. És volt egy jó nevű cipészmester, a Círernek nevezett Ürge, aki elsősorban
csinál cipőket, meg ilyen, ebben a műfajban dolgozóknak. És bementem hozzá, és mondom, szeretnék egy bokapántos tűsarkú cipőt, semmi gond, milyen hányos kell, mondom, 46-os. Nézett, valóban nem vagyok cukorka. Már nem csodálkoznám. Nem vagyok cukorka, mondom, a showhoz kell. Azt mondja, hát legyártom én, de hát nagyon nehéz kaptafát csináltatni. Miért? Hát mert azt mondja, nem csinálják, húzzák az időt, még nem mondom, mennyi egy kaptafa. Azt mondja, darabonként 500 forint. Oda mentem a kaptafásokhoz, és mondtam, hogy ebből kellene egy 46-os. Há, nem, elkezdték a vakarózását, nem lesz. Mondom, itt van 3000 forint, hónap jövök érte. Oké, fölök, és legyen. Visszamegyek a cipészhez, azt mondja, hogy a felébe? Hát mondom, úgy, hogy adtam nekik pénzt, és akkor így legyártották. De azt gondoltam, hogy ezzel megvan oldva, meg kellett tanulni benne járni. Hát én kapaszkodtam szekrénybe, komódba, ágyba, amit falba egyáltalán, és aztán végül is megtanultam járni vele, úgyhogy most a Playmobil hát múzeumban. Hát azt néztem, ahogy rohangáztál a színpadon, és igen, egész igen, jól végigcsináltad igen, a sót. Igen, akkor még jó csaj voltam, de most már nem mert. De a lényeg az, hogy szóval ez az, amit biztos, hogy megjegyeznek, de hát ezen kívül még nagyon sok minden van, és rendszeresen játszottunk, ugye az, amiről beszélgetünk, hogy több ezer buli volt 10 év alatt, 3-4 ezer koncert volt, az alatt annyi mindent ki kellett találni, tehát elmentünk egy művöldési házban, és ott láttunk egy báb előadásnak a díszleteit, mondjuk különböző dolgok voltak, akkor azok berendeztük a színpadot, és akkor ott előadtuk, amit lehetett, de hát nagyon sok helyen. Viszont pofára is lehetett esni, szó szerint, mert volt olyan, hogy a Varjudal című számban be akartam ugrani a zenekari árokba, és hát ez ki volt bérelve szépen birkózó szőnyegekkel. Kipróbáltam, semmi baj, puffantam, elkezdődik a műsor, jön a Varjudal, repülök előre, lenézek, és összegyűjtötték és visszavitték a szertárba az összes szőnyeget. Na most ez ilyen rajzfilm megbe szokott jelenni, hogy és lenéztem, és paf bele a betonba. Úgyhogy jót nevettünk, de mindegy, szóval nagyon sok volt, hogy kigyulladt a kezem, azt hitték, hogy mert egy ilyen, a Tűzimádó című számban egy ilyen show volt, ráfolyt a kezemre a denaturált szesz, égett a kezem, és azt hitték, hogy ez egy show. Show, igen. Kimentem, beletekertem egy függönybe, utána jöttek a hólyagok, na minden jó hosszú, tehát a lényeg az is, mondták, hogy hát ez milyen jó show volt, hogy égett a kezem. Na hát nem direkt volt, de... De mindent a közönségért. De mindent a közönségért kell, akkor tüzet okádok bármit. De a lényeg az, hogy így a srácok, nálam a közönség egyébként hímnemű, tehát a srácok megegyezték a számokat, hogy ebben ez a hülyeség van, az van, a szövegek. Szóval nagyon sok minden volt, ami megmaradt bennük, és így akkor ez így... És ez szövegekben is meg egyáltalán, tehát nem véletlenül vette a Budai Ifjúsági Park műszaki személyzete minden koncertet rögzített, nem csak a koncertet, a számokat, hanem a számok közötti konferenciát is, mert attól elrejtve a dolog. Te konferáltad ezeket? Igen, mindig én. Igen. Hogyan készültél erre? Ami jött, vagy ami az életérzéshez tartozott, hát vagy nagyon tudatosan? Hát ez, most mondok egy példát, hogy volt egy számunk, egy Grand Funk Railroad szám, akkoriban nagyon sok klasszikust játszottunk, próbálkoztunk is egyszer a Kapás utcai tánciskolába, és akkor mondta a tánctanár, amikor lejátszottunk egy menetet, hogy Lórent nagyon jól játszanak, de itt nem ütemváltások, meg minden, szóval nagyon jó, hát megtapsoltak, meg minden, annyira tetszett nekik, de hát itt nem az kell, hanem csoszogni meg. Igen, igen. Na, és mit kezdtem el mondani? Hogy a konferálós szövegeket. A konferálós szövegnél, igen. Tehát egy Grand Funk Railroad szám volt, aminek az a címe, hogy az volt a címe, hogy rock'n'roll szól, a rock'n'roll lelke, vagy rock'n'roll lélek. És a beszámolás az így szólt, everybody knows you've got a rock'n'roll soul. Hol van az 1-2-3-4? You've got a rock'n'roll tone. És már ott jött a zenekar. Uh-huh. És így nézett mindenki, most kiszámolt be, és hogy kezdték el, és a többi. Tehát csomó ilyen van, de persze volt mindenféle más is, amiket kitaláltunk, és ettől pörgött a műsor, át volt kötve, tehát nem egy jó műsor nem attól jó, hogy jó számok vannak benne egymás után. A műsornak van eleje, van vége, van benne sírás, rívás, jókedv,
Szóval nagyon sok mindenből áll össze. Na most ezt nagyon kevesen tudják, hogy hogyan lehet egy jó műsort csinálni. Nem feltétlenül. Hát annak az ívnek meg kell lennie. Hát nem mindegy. Tehát, és ezeket egyedül gondoltad végig? Persze. Hát közben figyeltem a zenekart. Mert... Jó, nem is amiatt, hogy volt-e ebben a munkádban a zenekaron belül olyan társad, akivel ezt át tudtad beszélni? Hát, vagy ők voltak a zenészek? Hát nézd, és jó és zenészek, szó sem volt. Nehogy félreértsék, minden zenekari tag a maga módján tök hülye. Uh-huh. És ezt jó szándékúan mondom, tehát olyan szövegeket mondtak, amiket ők elfelejtették, én meg begyűjtöttem. Aha. Hát a Hofi is valószínűleg ilyen kocsmákba gyűjtötte a legtöbb dumáját. Én meg figyeltem a zenekari tagokat, hogy miket mondanak. Uh-huh. És azokat beépítettem adott esetekben a konferálásba. A közönség bekiabálhatott, elmondhatta amit akart, hogy bekiabálhatta. Tehát volt egy csomó dolog, hogy mit szeretne hallani, különböző dolgok voltak. De ezt így nehéz elmondani, egy amerikai zenekar volt itt a Sziget Fesztiválon, és a róluk szóló cikkben az újságíró azt írta, hogy hát nem tudom megmondani, hogy ez az űrge mit csinál, de ugyanazt csinálja, mint a Schuster Lorin a P-mobilban. Ja. De nem zenéjét, csak konferált, tehát lehet, mit tudom én. A zenekar játszott nagyon jól, és ő meg vitte a balhét. Ez az MC Man, a Master of Ceremony angolban, uh-huh. A ceremónia mester, ami az angoloknál is volt, ugye a lovagot dicsérte a gazdája, hogy a Sir Lancelot a legnagyobb fősízi, vagy meg... És akkor volt egy ember, aki hát fölépítette az imidzset, és közben dicsérte a ló mellett, hogy a gazdája milyen jó fej, meg egyáltalán. Mindig visszatérek arra, hogy azt mondtad, hogy ugye te nem voltál zenész, és mégis az általános iskolában, 16. kerület Sasvár utcai általános iskola, már ott zenekarotok volt, amivel öcséddel együtt zenéltetek, és mondtad, hogy sokkal... Hát én nem csak az öcsém, mi volt a csörgős? Öcséd volt a csörgős. Azt mondja, hogy számolunk gyorsan. Azt mondja, hogy a 60-as évek elejét írjuk, ugye? 60-as évek elejét írjuk. Hogy néha? Milyen lehetett a zenekarnak a felállása? Tehát ezt próbáltam magamban összerakni. De mire gondolsz, hogy milyen hangszereken játszottál? Igen, vagy egyáltalán. Hát volt tehát... két gitár, dob, basszus, egy billentyűs, egy dobos, meg egy énekes. Ki volt a példakép, vagy kit próbáltatok meg? Tehát általános iskolában vagyunk, ugye? Hát a Housebird szó, amit ugyan német és angol helyesírással lett írva, a house az németül, igen. A birds az meg angol helyesírással, az azért lett, mert mi nagyon szerettük a Yardbirds együttest. Na most a Yardbirds-ről csak annyit a nagy közönségnek, hogy ez a zenekar volt az, ahol mind a három gitár zseni, a nemrégiben elhunyt Jeff Beck, az Eric Clapton és a Led Zeppelin sztárja Jimmy Page gitározott. Igen. Tehát ez... Na most mi ettől elájultunk. Igen. És általában hát a csajok azok Beatles, meg mit tudom én, meg uh-huh. Bachelors, meg mit tudom én, befésült gyerekek, lalala. Mi meg szeretük az Animals-t, a Felkőnap házás zenekart, és egyáltalán mi a Rolling Stones-t és a keményebbeket szerettük. Aztán később uh-huh. jöttek a Purple, meg a Black Sabbath, meg ilyenek, de a kezdetén is azokat szerettük, akik, uh-huh. akik a blues, rhythm and blues alapú dolgokat csinálták. Hát jó, eleinte a Beatlesnek is volt jó néhány ilyen száma, de mi inkább a keményebbet uh-huh. szerettük. És a külváros is általában ezt szerette. Tehát volt fellépési lehetőségetek akkor már? Hát mi mindenhol fölléptünk. Hát jó, Gombokért, ezt meg is uh-huh. írtam, hogy Gombokért és ingyen, részegen és józanul, tehát minden változatban uh-huh. volt. Tehát jó, hogy nem fizettünk érte, de bárhova elmentünk, ha a lehetőségünk most volt. Azért a 60-as években, 60-as, 70-es években még ugye a KISZ bizottság és a KISZ titkárok uralták azt a területet, és voltak olyan helyszínek, ahol nagyon nagy szeretettel fogadtak benneteket. Általában, amikor te elkezdted szervezni a zenekarnak a munkáját, ugye hát a két forintos dalnak is van egy története, meg a tantusznak is, azt mondom, biztos el fogod mondani, tehát azért a szervezés nem úgy ment, mint ahogy most, hogy fogom a erdőbe a mobiltelefont, és éppen visszaszólok. Igen, tehát teljesen más világban vagyunk.
Hogyan kezdtél neki ezeknek a szervezéseknek? Tehát művelődési házakat kerestél meg, vagy klubokat, vagy kisztitkárokat, vagy tehát mi volt az útja, módja annak, hogy egyáltalán hírt tudjatok írni magat, vagy adni magatokról, tehát hogy el tud adni a zenekart? Hát azzal kezdem, hogy két jól szervezett zenekar volt abban az időben. Az egyik a Gezarol P-Mobil, mert ugye ez egy meleg váltás volt, és a Gemini, a Várszegi Gáborral. Tehát gyakorlatilag ő ráment erre a klub történetre, gyakorlatilag heti 7 napban legalább volt 8-9 klubjuk. És volt egy időben, amikor kapacitált is, hogy menjek oda, mit csinálják én nálad, az ugyanazt, amit a P-Mobil volt, de hát ott Led Zeppelint játszottak, de 5 hanggal lejjebb, szóval nem az volt, nem mindegy, megtisztelő volt, de nem mentem. Úgyhogy kellett csinálni egy listát például. Én Magyarország összes iskoláját begyűjtöttem, amelyik minimum 16 osztályos volt, vagy legalább 500 nevendékük volt. Ez volt az a szint, aminél már potenciálisan megvettek egy szalagavatóra, vagy egy évzáróra egy zenekart. Na most, hát ennek voltak hátulütői, mert meghívott minket a Kaposvári Munkácsi Gimnáziumban, meghívtak, hát kenyérrel, sóval, diadalép, szólták elénk a rózsaszirmokat, amit el tudsz képzelni. Igen, nem, de akkor észrevették, hogy hát jön a közönség, jönnek a szalagavatóra a lobrózók, meg jönnek a szülők, minden, és közben jön egy csomó más ember, akik nem tudják, hogy kicsodák. De jöttek az alagutakon, a csatornán, az ablakon, szóval szivárogtak. A ti rajongóitok. A rajongók, igen, valahogy kifigyelték a dolgot. Lenyomtuk az első menetet, hát hullott a vakolat a falról, és az a kedves tanítónő, vagy tanárnő, aki fogadott minket, és tündér volt, azt mondja, Lóránt, ne haragudjon, önök nagyon jó zenekar, nagyon jól játszanak, de ígérem, soha többet nem éljük meg magukat. Hát mondom, akkor, hogy ezért, de hát azért lement a buli. Nem számítottak arra, hogy ez ilyen. Nem találkoztak még a rajongásnak ezzel a szintjével, vagy hogy ennyire, és nem hergeltük őket, tehát egyszerűen a zene adta magát, és a zenekar bármelyik felállásában jól játszott, tehát nem volt ezzel semmi baj. Itt most néztem, csak visszatérve erre, hogy nem volt itt senki fölkészülve arra, tehát mi is furán néztük, amikor egy-egy filmrészletet bejátszottak a Beatles-től, hogy a lányok sírtak meg, extázisban kerültek, tehát ez egy teljesen, pláne egy élő koncerten. Hát még csak sírtak volna, de volt ott más is, de az ájulások kívül, de mindig, szóval a lényeg az, hogy volt egy nagyon érdekes eset, ez jellemző, kisztitkárokat mondhat, Szolidaritási Fesztivál BMW B pavilonjában, akkor én már nem voltam legalább 2 napja, mert mi csináltuk a hangot, meg minden, és följön a keverőállásba egy ürge, és azt mondja, állítsuk le ezt a zenekart, mert a vietnámi elvtársak zenekara jön. Ránézek, mondom, ki vagy te, takarodj innen a keverőállásból. Elment, visszajött, mert közben mondták, hogy hát ez valami a Kissnek nem tudom milyen fejesen volt, valami osztályvezetője. És köszönt, bemutatkozott, és elmondta, hogy mit szeretne. Mondom, hogyha így kezdett volna, akkor nincs az, bár túl lennénk a dolgon. Beszóltam az interkomban, amivel föl lehet szólni a színpadra, hogy a zenekar menjen el, igyon egy sört, és majd a vietnámi eltársak után folytatjuk, akik ott csörömpöltek. Na mindegy. És ez az ember, ez később a közgazdasági egyetemen lett valami góré, és ott szobba került valahogy a P-Mobil, meg én. És akkor ott elkezdtük, hogy a Schuster, meg így, meg úgy, meg amúgy, és akkor ez, aki akkor már valami nagyfejű volt, azt mondta, figyeljetek ide, miről beszéltek? A Schusternak már akkor határidő naplója volt, amikor ti még nem ismertétek a határidő fogalmát. Na, ennyit a rendszerről. Úgyhogy én mindenkiről mindent tudtam, tehát, hogy mikor van, hol van, mennyien jönnek, mit fizettek. Tehát gyakorlatilag teljes, totál. Ezt a fajta szervezői készséget
tanultad valakitől, láttad valakitől, tehát a családban volt valaki, aki nem, ilyen ez volt? Valószínűleg így jön az emberből, hogy akkor mindenképpen bizonyítani akar, és hát szerencsém volt, mert egyrészt nagyon sokat olvastam, és megjelent egy könyv évtizedekkel később, hogy én ezt elkezdtem csinálni, az a címe, hogy amit a Harvardon sem tanítanak, egy kopasz fej, ilyen cipzárral itt a fejtetején. Emlékszem rá, igen. Emlékszel rá, egy zseniális könyv, egy jogász, aki egyébként tanít is minden, és ő leírta szinte szóról szóra azt, amit én, ahogy én csináltam, és ahogy csináltam, ő ugyanezt írta le, csak hát tudományosan is szépen megszerkezte, hát amit én kialakítottam magammal. Na most még valamit a rendszerről, és ez igaz egyébként a kapitalizmusra is, meg a szocializmusra is, mert mind a két oldalon utálták a rockzenét. Tehát amikor a Lennon beszólt, hogy népszerűbbek vagyunk Jézus Krisztusnál, akkor a katolikus rádiók itt törtik a Beatles lemezeket, meg öröngés volt, meg minden. Ott azt Elvis Presleynél is. Elvisnél is. Tehát gyakorlatilag az volt, hogy ott azt mondták, hogy ez a kommunista föllazítás és a többi. Itt Magyarországon, meg a táboron belül mi volt? A rohadt imperialista, volt egy csehszlovák kiadású magyar nyelvű illemtankönyvem, ahol leírták, hogy a föllazítás eszközei, a filmfelvevő, a fénymásoló, gyakorlatilag minden kommunikációs eszköz, ez mind gáz volt, hogy beszélsz telefonon valakivel. Hogy... Na és szóval ez a rendszer, ez veleig rohadt volt, hogy ezt tudjuk, mert benne éltünk, és gyakorlatilag a példa, amit el akartam mondani, az, hogy ha szerezni akartál két jegyet az Depeche Mode-ra, akkor meg kellett Rákoskeresztúri bakterlányát, aki takarított valakinél, aki viszont jobban volt akárkivel, aki föl tudta hívni azt a kiadott két jegyet. Tehát meg lehetett szerezni, csak ezek a mandinerek voltak benne. Na most persze ez csak egy esetleges példa volt, de a lényeg az, hogy nem feltétlenül a rövidebb út, a legrövidebb, az egyenes, hanem hogyan lehet. És ezt nagyon meg kellett tanulni. Úgyhogy én mindenki kérdezi, hogy most hát hogyan találod föl magad ebben a mai világban. Engem már nem lehet meglepni semmivel. Meg se rezdülök. Nem mondom, néha káromkodni szoktam, de az már csak ilyen szórakozásból. Egyébként, amikor így visszagondolsz, az előbb mondtad, hogy a rendszer a velejéig romlott volt az előző rendszer, akkor ezt most is így érzed? Vagy voltak benne olyan időszakok, amire azt mondod, hogy nem csak azért gondolsz jó szívvel, mert fiatal voltál? Nem, hát figyelj, de azt nem állítottam, hogy mindenki szemétláda volt. Tehát voltak olyanok, akik segítettek, és akikkel normálisan lehetett beszélni. Azokkal nem lehetett bírni, akik valamilyen oknál fogva azt gondolták, hogy most ők föltalálták a meleg vizet. Szóval volt egy csomó rendes ember, aki hát, amikor én fővárosi képviselő voltam, ilyen is volt az életemben, a mélyebb színekben, akkor voltak különböző beszólások, például odajött hozzám egy vidéki gyerek, aki MSZP-s volt, és azt mondja, hogy Lórán, tehát közöttünk is vannak rendes emberek, és hát így mondta, hogy mondom, de akkor mit keresel közöttük? És akkor ennyi volt az egész. De hát volt, a másik oldala is voltak történetek, tehát nem az a kérdés, hogy most én rendes vagyok-e vagy sem, hanem egy adott ügyben, egy adott dologban hogyan foglalok állást, mi a véleményem, és a többi, és a többi. Tehát most rendes ember, hát jó, persze nem szoktam lopni meg egyáltalán, ha már a nagyanyám kettő dolog, sashalom ugye, két dologra felmentést adott, virágot és gyümölcsöt lehetett lopni, de nem szabad letörni, nem szabad eltaposni, és a többi, és a többi. Az előbb említetted a fővárosi képviselőségedet, ezt majd még külön ki fogjuk tárgyalni, de benned az első pillanattól kezdve, ahogy elkezdtél megnyilvánulni, volt egy magyarságtudat. Én hallottam valamelyik, vagy olvastam már, nem tudom, egy riportban, hogy azért édesapád ezeket az akkoriban betiltott
könyveket, nyírókönyveket, meg ilyeneket, azt gondosan öltve, őrizve eldugta. Tele mert volt egy, a egy ilyen könyvér egyébként börtön járt, tudom, mert nálunk hát is meg volt apukának, úgy vigyázott rá, hogy ezt el nem lehet mondani, ezek az a Halina kötésű csodálatos könyveket. Hát gyakorlatilag a második világháborút követően volt egy komoly lista, hogy kiket tiltottak be. Ebben volt történelem, irodalom, gyakorlatilag minden volt benne. Na most nekünk a padlás tele volt ilyen hatalmas nagy ládákkal, amilyen ez az íves, két csata, minden. És amikor 16 éves voltam, akkor a fater fölvitt a padlásra, elhúzott egy cserepet, mert akkor még üvegcserép még nem volt, és azt mondta, hogy itt vannak a kulcsok, itt fönt olvashatsz, le nem hozhatod, és utána bezárod padlást is, és vissza a kulcsok. Megfogtak rögtön a könyvek? Hát hogyne. Hát gondold végig, hogy olyan könyvek voltak, amik most ugye a nyírő sorozat ott Halinában, teljes sorozatban, meg, szóval, de megint csak egy történettel, hogy én 16 éves koromban olvastam arról, hogy a katini tömegmészállást a Sztálin parancsára német fegyverekkel az oroszok követték el. Ami azt jelentette, hogy évtizedek kellett, hogy elteljenek, mert letagadták a sztálinék, a lengyelek tiltakoztak, felvilágosítást kértek, semmi, és akkor a Gorbacsov végül elment Varsóba és térden állva kért bocsánatot ezért a dologért, de akkor még mindig nem csatolták vissza az oroszoknak, tehát ezt csak tudták a lengyelek, meg tudtuk mi, ahol már el lehetett olvasni, és amikor most a lengyel kormánydelegáció gépe lezuhant, ez nem olyan régen volt, egy pár évvel ezelőtt, akkor kénytelenek voltak elmondani, hogy lezuhant a lengyel kormány delegáció gépe, akik az 50. évfordulójára érkeztek a katini mészállás emlékművéhez. Tehát az oroszok akkor tudták meg. Na most én akkor 16 évesen korábban tudtam, hogy mi volt és hogyan történt, és hittem abban, hogy ez valószínűleg igaz lehet, mert hát ezek hazudoztak. És aztán utána jött persze a másik része a dolognak, hogy a fater azt mondta, figyelj ide, az iskolában ne foglalkozz vele, azt nyomjad vissza, amit akarnak hallani, nem kell ezzel belemenni, hogy most Katiniban mi történt, meg egyáltalán hogyan történt, és a többi, mert hosszú évtizedek kellettek ahhoz, hogy ez valahogy, és most is az emberek többsége nem is tud róla, fogalma nem tudja helyére tenni, és a többi. És mi meg az iskolában azt tanultuk, hogy hát a rohadt mocskos ilyen, olyan, amolyan, és ott ültek az orosz ügyészek és bírák, ott ültek a Nürnbergi perben, ugyanúgy megöltek több millió saját emberüket, szóval nem sorolom még az ismeret az egészet. Tehát a fater azt mondta, hogy ne törődj semmivel, ez a hiteles és az, amit ott tanítanak, az süket duma. És hát az a helyzet, hogy az esetek többségében ez így történt. Akkor kialakult benned ez a fajta magyarságtudat, illetve az Erdély iránti szeretet, a Nagy Magyarország iránti szeretet? Hát miután a könyvek között volt a Magyar Honvédség 1000 éve című két kötetes alapmű, és akkor azt azért olvasgattam, meg forgattam, gyönyörű szép színes képekkel, hát egy srácnak ez mekkora dolog, és szóval rengeteg olyan dolog volt, ami nem volt tudatos, tehát nem... Nem. Én egyébként mindig, amikor erről kérdeznek, hogy valami, akkor mindig eszembe jut, hogy azt mondják, hogy minek ez a magyarkodás. Na most üzenem az összes gyökérnek, az összes egysejtűnek, tufának, mindegyiknek, nincs ilyen, hogy magyarkodás. Ha meg kell határoznom magamat, akkor el tudom mondani, hogy magyarul beszélek, magyarul gondolkodom, magyarul álmodom, magyarul számolok, itt élek, magyar vagyok. Most, hogy ez melyik hol nem stimmel, hogy mi ebben a meglepő. És pedig nekem büszkének is kell, vagy büszkék is vagyunk rá, hogy magyarok vagyunk. Apai ágon Erdély szász a család, tehát azért én benne olyan, van. Hogy csiszt, majdnem azt mondtam, mert van egy ilyen, hogy anyám, apám, zanyám, zapám tud volt, én meg csiszta magyar vagyok. Ezt nagymamám mondta mindig, aki ugye aradi volt, hogy nekem a muter családja volt aradi. Hogy
Itt vagyunk, magyarok vagyunk, és kész. Hát magyar, hát mondom, nincsen olyan, akinek ne lenne más nemzetiségből, Kárpát-medencé belül valami gyökere. Engedjél meg két történetet, hogy mi az igazi magyarság. Ilyenkor, amikor zászlót kell engedni, meg kart ki, kart, meg minden, nagy dolgokban az emberek úgy viselkednek, hogy elvárják őket. Kis dolgokban lehet megfigyelni őket, hogy valójában milyenek. Hollandiában voltam egy ügyben, egy kisvárosban is, este lementem a bárba, mondom, viszont egy sört, hogy el tudjuk aludni, vagy ötöt, és kimentem a férfi WC-be, és ki volt írva magyarul, gyerekek, a szőke bárpultos csajt el lehet kapni egy menetre. És visszamentem, és elkezdtem beszélgetni a csajjal. Nem kaptam el, de ő mondta, hogy hát azt mondja, nem érti, hogy mit bírnak rajta a magyarok, mert azt mondja, az utóbbi időkben egy csomó magyar hapsia volt. Hát ennyi. Szolgálati közlemény férfi WC-ben a megfelelő helyre beírva. Vagy mondok egy másikat, ami szintén nagyon tetszett nekem, az ismerősöm jött haza Nyugat-Európából, hálókocsi, minden, felszedett valami francia csaj, de fáradt, ugye, vagy csaj nem, hozta ki belőle a maximumot, mindegy, és hát mondta, hogy hát nem olyan volt a dolog, mint ahogy terveztem, meg szerette volna, de ne izguljatok, azt mondtam neki, hogy szlovák vagyok. Ez arany. Na azért mondom, hogy ezek azok a dolgok, és nagyon régett a pofám, amikor magyar futballisták feleségei Londonba loptak például, nem tudom, erre emlékszem. Emlékszem. Szóval ilyenkor az ember úgy ég a pofája, hogy... Meg amikor ki volt írva Bécsbe a magyaroknak, hogy ne lopjanak. Ja, hát az is. Emlékszem, határnyitásos idő után. Hát mondjuk ők is megérik a pénzüket, a burgerlandiak is megérik a pénzüket, mert... Na mindegy, ott is most csak egy aprócska dolog. Ha az akkori kormányzat, ha tudja, hogy az emberekben van egy ilyen igény, hogy akarnak venni szekrényt, vagy akarnak venni egy videómagnót, mert akkor ez a két kórens dolog volt, akkor nem kellett volna odaadni az embereknek az 50 márkát, mert akkor még az volt, hanem csinálni megyénként egy helyet, ahol ezek le vannak téve, nem kell Bécsbe menni, nem kell a haldokoló nagypapát magával vinni, mert az még plusz 50, és a többi, és a pénz visszajön. És még keresnek is rajta. Na, ennyit a komcsikról. Uh-huh. Tehát most lehet dumálni, hogy szóval kedvenc Szolzsenyicin részletem egy könyvből az, hogy jó, hogy bolsevik uralom van minden, de miért tűnt el a lépcsőházból a szőnyeg? Ő is be volt írva. Na, szóval persze, hát azért mondom, hogy de szóval ezek mind nagyon érdekes dolgok, amiket úgy meg kellene mondani, és az emberek többségének ezeket le kellene fordítani egyszerűen, tehát nem mindenféle szakszövegeket, hogy azt higgyék, hogy jó, de milyen okos, értelmes, hogy jó, gondolja az űrge magában, azt tőle oda se figyelnek, be és ki. De hogyha valahogy szemléletesen el tudod mondani az embereknek, akkor az sokkal, sokkal jobban megmarad. Vagy egy ütés. Az idős bácsit kérdezték, amely 80-valány éves volt, mutatta, hogy ez volt a házunk, meg itt a telek, és itt van a földünknek a határa, itt volt. És mondja neki a riporter, azt mondja, honnan tudja bátyám, hogy ez volt. Hát azt mondja, mert itt volt egy kis földkupac, a nagyapám mondta, hogy kisunokám állja, csak föl rá. Fölmentem, és három nagyot rávert a fenekemre a botjával. Hát de mi volt nagyapa, hát én nem csináltam semmi. Azért, hogy jegyezd meg, hogy itt van a földünknek a határa. És az öreg 80-valány évesen is tudta. Na most akkor miről beszélnek? Hát most itt a pedagógusok kapcsán nem akarok nagyon belemenni ebbe, de hát sajnos azt kell mondanom, hogy azokat a hülye gyerekeket, azokat már sajnos egy részüket már hülye pedagógusok képezik ki. Hát az oktatásban nem tudnak semmit. Igen. Tehát beszéltem, gimnáziumi történelem tanára beszéltem, és fogalma nincsen semmiről, nem volt. Már a tanárnak sem? A tanárnak. De mondok más, 16. keret, nem vagyok rá büszke. Volt egy felmérés a kerületben, az alsó tagozatosokat tesztelték, és az alsó tagozatosok 60-valány százalékának nem volt fogalma arról, hogy mit jelent a szén szó.
nem ismerték a jelentését. 100 gyerek közül 60 valahány nem tudta, hogy mi az, hogy szél. Na itt tartunk most. Hát érdekes. Na most akkor... Egyébként volt ilyen felmérés, hogy egyetem előtt állva csináltak felméréseket, és ilyen egészen egyszerű dolgokat kérdeztek, ami nálunk... Hány lába van a lónak, körülbelül ez a 2, 4 vagy 6? És egyetemistáknak fogalmuk. Persze, hát igen. Figyelj, odaadsz a kezébe egy A4-es papírt, ami van egy szöveg, nem tudja felolvasni. Nem tudom, van ennek egy kifejezése, hogy nem tudja lefordítani a szöveget, tehát ismeri a betűket, meg ismeri a dolgokat, de nem tudja olyan gyorsan lefordítani, tehát mind szótagolva, vagy szavanként olvassa ki az egészet, mert nem képes rá. Tehát az értő olvasás hiányzik belőlük, igen. De hát miért az egyszer egyet tudják? Hát érettségizett gyerekkel beszéltem, és mondom meg, ha mennyi 6x7? Ezért egy pár dologgal azért vitatkoznék veled, mert nem általános. Tehát van ilyen is egészen biztos. Persze, az én fiam például a kivételek közé tartozik. Mert azért vannak nagyon jó általános iskolák, és vannak. Persze. Ez pont olyan, figyelj ide, mint az orvosok között is vannak nagyon jók, és vannak csapnivalóak, és a pedagógusok között is vannak kiválóak, fantasztikus szakemberek, lelkiismeretesek, és biztos, hogy bekerül egy-kettő olyan, és reméljük, hogy megint föl fog jönni, mert a magyar oktatás színvonala nagyon-nagyon jó volt, és reméljük, hogy megint nagyon-nagyon jó lesz. Hát én is ezt remélem. Úgyhogy ebbe reménykedjünk. Az a baj, hogy amikor saját magukat leapslagolják, és akkor azt mondják, hogy én úgysem, meg minek, és akkor már ott kezdődik igen, a probléma. Igen, figyelj, de eleve, nem tudom, hogy volt egy nagyon híres könyv, aminek az volt a címe, hogy a harangörbe elmélet. Amerikában kitalálták, hogy buszokkal kell utaztatni a gyerekeket, a szegényeket, meg a gazdagokat, meg mit tudom én, és össze kell őket keverni, és akkor kiegyenlítődik. Na most kiderült, hogy az egész egy nagy hazugság. Ez így nem működik. Az működik, amikor a gyerekeket kiszedik, ez a 10 gyerek nagyon jó matekban, akkor csinálunk egy matek osztályt, és akkor nem fogja vissza az a pár agyhalott, vagy most akkor ne sértsük meg őket, az irodalmat szerető történelem kedvelőket, akinek külön osztályt kell csinálni a humánosoknak, és akkor lehet őket előre vinni. Tehát ez az összeke, ez az egyenlősdi, ez eleve igen. Hibás. Igen, ez egyébként abszolút szóval így van. Ez is egy ilyen, mindegy, jó, nem mondom. Meg ilyen. Mindenkinek meg kellene találni azt a pontját, amiben jól, hát jól tud teljesíteni, hát most egy Picasso-nak mit kell itt megtanulni a gyököt vonni? nem az ő feladata. Miért kezdtél el politizálni? Az mennyire volt tudatos, amikor te elkezdtél politizálni, mert azért nálad ezt az előbb említetted, hogy fővárosi képviselő voltál, és hogy ma mi épp színeiben. Igen, akkor úgy tűnt, hogy a mi épp az a párt, amiben lehet nemzeti, radikális, tisztességes, korrupciómentes politizást folytatni. Én ezért mentem oda, és azért jöttem el, mert nem lehetett. Tehát engem nem ők neveltek föl, nem ők csináltak belőlem ismert embert. Láttam, hogy az elmélet, mert a Csurka nagyon jó elméleti ember volt, tehát mai napig is igaz, hogy nem írják alá, hogy ezt ő mondta, meg ő írta meg, de mindenhol olvassa az ember azokat a dolgokat, amiket írt. Nem ezzel volt a baj, hanem az, hogy arra nem volt képes, vagy alkalmas, hogy megszervezze a pártot, és azokat, akik erre képesek lettek volna, például én, azokat meg nem hagyták. És hát nagyon szomorú, hogy hát még amikor mondtam, hogy eljövök, akkor még mondta, hogy hát legyen még 4 évig képviselő, meg ez, meg az. Pénzzel is járt volna, de nem kellett azt, hogy most akkor már csak a pénzért van ott, meg ilyen bizottsági tag vagy. Lemondtam mindenről, és akkor ennyi volt. És amikor a mi épp megszűnt, akkor kiderült, hogy egy A4-es papír nem maradt utánuk, mindent elimináltak, eltüntettek. Szóval gyakorlatilag az a sok tisztességes ember, aki hitt ebben velem együtt, hogy lehet valamit csinálni, azok nagyon-nagyon csalódtak. Aztán átmentek, egy részük kivárt, akkor átmentek a Jobbikba, hát nem véletlen, hogy oda már nem mentem, meg egyáltalán szóval volt egy csomó olyan dolog, amit most már tudok. De én azt gondoltam, hogy van egy
rutinom a show businessben, hogy megszoktam, meg hozzáedződtem a genyaságnak az a szintjéhez, amit van, hazudozás és a többi. Hát kiderült, hogy a politika az egyetem. Szóval én ott labdában nem rúgtam. A szabozás nélkül a szemedben nézve letagadták, amit tegnap mondtak. Úgyhogy onnan aztán el kellett pucolni. És most is figyelem a dolgokat, sőt, talán kellett tenni jobban. Tehát én, ha lehet ezt mondani, akkor olvasott vagyok napi hírekben is, meg egyáltalán. Tehát minden érdekel, amiből lehet valamit tanulni, de nagyon rossz a tapasztalatom, hogy az embereket mennyire nem érdeklik a dolgok. Tehát most 100 embert megkérdezni, hogy hallottak arra, hogy fölötték a Hubble után a James Webb űrteleszkópot. 100-ból 97 milyen? Mi? Pedig... Hát, mert a celebes világ van előtérve. Az, hogy most akkor XY-nézék kit jegyeztek el, vagy kirúgott be, vagy mit... Egyáltalán nem érdekel ez a része. Habár egyszer azt mondták nekem a felvidéken, Lórán, te már majdnem celeb vagy. Hanem jó, ott a baj, szerencsétek, hogy ott van a majdnem. De... Mondtad, hogy a párton belül szívesen szerveztél volna, hiszen hihetetlen tapasztalattal bírtál, és hogy erre nem volt lehetőséged. Viszont volt a zenekar életében egy 8 éves szakasz, amikor nem működött a zenekar, tehát elfáradtál gyakorlatilag szerintem abban, hogy ezt napra készen úgy tartsad, hogy mindenki jól érezze magát benne, és az sok-sok váltás is volt, erről az értéktárban is beszélgettünk. Viszont ekkor jött létre az a fajta másik szervezői készségeddel összefüggő, és a testvéreddel együtt tudtátok megvalósítani az a rendszer, ami a show business mögött volt található. Hangfény, színpad, tető, minden. Ez azt gondolom, hogy legalább annyira nehéz, és én most ahogy így számolok, azért elég nagy alaptőke kellett ahhoz, hogy ezt meg lehessen valósítani. Hát és annyira nem is volt én számomra ismert, hogy ti is ilyenbe utaztok, mert ugye az Omega-nak volt olyan cucca, amit lehetett bérelni. Hát ez a kettő volt. Ez a kettő volt. Igen, az Omega meg a P-Mobile. Ezt hogyan találtátok ki? Hát gyakorlatilag a szakma egy része már akkor is használta a mi cuccunkot, amikor még ez nem volt cégszerű. Uh-huh. Mert nekik nem volt, nekem meg volt. Uh-huh. És ha rájött a cucc, akkor ment a korára, vagy más zenekarokra. Tehát másrészt értettem is hozzá, tehát én tudtam, hogy mire van és hogyan van, mert hát az akkor állandóan építettem, meg utána jártam a dolgoknak, és gyakorlatilag azt hozzá kell tennem, hogy én meg néhány ember szakmákat hoztunk létre. Uh-huh. Tehát nem csak a hangosítás, a világítás és a szervezés, hanem a konténerkészítés, az ilyen, olyan, amolyan, tehát legalább egy 6-8 szakmát hoztunk létre, ami nem volt. Uh-huh. És gyakorlatilag nagyon nehéz volt beszerezni, tehát ki kellett menni. Én rendszeresen jártam ki Amerikába, Angliába, mindenhova, tehát naprakésznek kellett lenni. És tudták is, hogy ki vagyok, tehát... Mert én mindig azt csináltam, vittem egy zacskó magyar pálinkát, és így osztogattam, és akkor tudták jön a pálinkás Magyarországról. De nagyon rendesek voltak, és ott is az volt, hogy a kapcsolat sokkal többet ért. Uh-huh. Tehát volt olyan például, hogy néztem a listát, hogy a magyar neveket kerestem. Volt egy Ürge, Zoli Schwarz. Na mondom, ez valószínűleg valami magyar. Megyek hozzá, hát nem tudom, mikor ide elhagyták a szülei az országot, egy pár szót tudott. Mondom, Zoli, mondom, hoztam neked valamit, mert láttam, hogy van kötődésed van Magyarországhoz, itt ez a pálinka. Azt mondja, hát vegyél valamit, azt mondja, a legnagyobb kedvezmény, azt mondja, ez a izé, de van egy kedvező, meg egy mi kedvező, és ez az, ami nincs lejjebb. Azt mondja, mondj, amit akarsz. Mondom, nem, én csak azért jöttem, hogy üdvözöljelek, és ezt a pálinkát leteszem. Na most, amikor 3-4-szer így végigjársz, Los Angeles, meg Orlando, meg mit tudom én, London, akkor egy idő után, szevasz, mi kéne volna, és akkor rögtön azt vették elő, ami. Mert tudták, hogy nincs annyi pénzünk, hát hagyna a feléből.
És amikor a, mit tudom én, az adott cégnek a képviselő leveszi a rendszer vezérlőt, ami a legújabb, és mondja, hogy hát ez így, meg úgy. Mondom, hát a 67-es, 68-as példány nálunk van, és már kétszer frissítettük a szoftvert. Akkor visszateszi a polcra, és azt mondja, ígyunk egy sört. Szóval nem azt hiszik, aha, hogy Magyarország rész, hogy akkor teljesen hülye vagy, gyökér, igen, vagy mit tudom, hogy honnan van. Volt, hogy nem tudták, hogy honnan szereztem 24 hüvelykes hangszóró máglest. Nem hitték el, azt mondja, hát az meg, mondom, itt a fénykép, nézd meg, van. Uh-huh. Hú, hát az ilyenkor, amikor eljöttünk a pulton, még mindig arról beszéltek, láttam, hogy hát honnan szereztek ezek. Uh-huh. Hát ezért vagyunk magyarok. Kezdtük a Rákos keresztúri bakterrel, kezdtük. Ja, Istenem. Nem, szóval igen, gyakorlatilag létrehoztuk ezt a céget, de hát ott is bekerült a politika, mert például csináltunk, azt hiszem a választási kampányban, nem is tudom, talán a Csintalan volt, mindegy, azt hiszem, hogy a Csintalan volt. Csináltunk kampányban, és mikor nézegett egy P-mobil, megkérdezték az egyik ródot, hogy ez a Schuster Lorentnak a cucca. Másnap már ki volt rúgva mindenki, pedig meg voltak elégedve. Hm. Tehát így működik a dolog, úgyhogy másnap lefestettem az összes konténer feliratot, mindenhol megszüntettem a P-mobilt, és vidáman csináltuk a liberál bolsevista vonal rendezvényeit, úgyhogy nem tudták. Én oda sem mentem, valaki más volt. Hát mi ebben azért, van ilyen, hogy népnemzeti hangosító, vagy liberális világosító, vagy van, aki ért hozzá, vagy nem? Nem, igen. Hát volt olyan, hogy valami, a Nyers Erzsőnek csináltunk valami rendezvényét, meg MDF-et én csináltam az összes buliukat, minden, és bementem a pénzért, és azt mondták, hát Lóra, nagyon szépen köszönjük, és hogy hát adnánk még 7000 forintot, ami azért akkor sok pénz volt. Mondom, de miért? Hát mert hogy olyan jó szóltam, mondom, mit gondoltatok, hogy direkt recsegtetni fogom a Rezső bácsinak a mikrofonját, hogy de semmi. Aztán még elfogadtam el, hogy ezt tudjuk, a pénzt kínálnak, el kell fogadni, de a lényeg az az, hogy azt gondolták, hogy ez így működik, vagy az én agyamban, de hát ez nem. Hát a munka az munka. Hát a munka az munka. Feladatot el kell látni. Jó vagyok, jó az áram, hát akkor mit? Szakmában. Megbízható vagyok, igen, kedvező árajánlatot adok, akkor most mi? De nem, az volt a lényeg, hogy ne kerüljön hozzám a pénz, mert akkor nem tudok fejleszteni, és ha nem tudok fejleszteni, akkor nem hívnak, és akkor belekerülsz egy spirálba. És szóval hát érdekes sajnos, világ. Rohadt ez, igen, a világ nagyon. De közben meg gyönyörű. Hát persze, én is szeretem, amikor kint ülök egy réten a Bakonyba, vagy a Börzsönybe. Nem beszéltünk az egészség kedről, mert arról most rengeteget, mert arról most rengeteget beszéltek, viszont nagyon elszaladt az időnk. Mi az, ami kimaradt az életedből, ami úgy hiányzik? Mert azért ezer öröm, ezer bánat, ezer tüske, de azért azt gondolom, hogy azért ez egy teljes élet. Hát annak tekinthető, én inkább másképp válaszolnék rá, egy dolog bánt, hogy ezek miatt, a gyökerek miatt, akik megakadályozták a zenekar, 10 évig nem lehetett lemezünk, és mindenhol keresztbe tettek, az, amit mi képviseltünk zenében és szövegben, és mondandóban, az nem juthatott el még több emberhez. Tehát most azért vannak a telt házak a Neoton, meg mit tudom én, akárkikre, mert orba szájba őket nyomták, és az emberek hova mennek el, hát ismerik, mert ezt játszották. P-mobilt nem játszottak. Na most ezért nagy dolog az, hogy tele lesz egy aréna április 30-án, mert a pápa sajnos lőtte az előtte lévő napot, ezt nem tudom, azt hallotta, de... Igen. Igen, tehát 29-én a Ferenc bácsi lesz, és a másnap lesz a koncert, és egyrészt teltház lesz, és szerintem ebbe is bele fognak betegedni, hogy a fészkes felébe lehet, hogy 50 év után még mindig itt van ez a barom arca, és a zenekara jó, és szereti őket a közönség. Na, ennél nagyobb örömöm nincs. Azt gondolom, hogy ennél nagyobb és ennél szebb befejezés nem is lehetne ennél a beszélgetni, hogy ennél nagyobb öröm nincs. Sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Jó étvágyat. Ham.